Előszó, nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Kívánom, érezd jól magad itt, üdítse fel lelked, és teszted mindaz, amit itt hallasz és olvasol, és töltsön be lelki békével és nyugalommal és olyan vágyal, amely megkönnyíti az élet terhei hordozását. Ismerkedjünk meg néhány alapvető gondolattal. Merre megy életünk? Kicsiny hajója. Életünk alapvető kérdései meghatározhatják sorsunkat és jövőnket. Ha felületesek vagyunk és közömbösek, érdektelenek és nem törődőek vagyunk, és nem figyelünk az életünket meghatározó lelki dolgokra, az végzetes is lehet. Miért van ez így? Mert már a lelki dolgok alig-alig játszanak szerepet a lelki életünkben, ami egyedüli alapja az emberi élet mienségének és boldogságának. Az élet bajai és gondjai és nehézségei milyen hatással van az életünkre? Például, betegségek, öregedés, halál, nincstelenség, betörések, lopás, magány, sérelmek, szeretteink elvesztése, gyermekeink engedetlensége, gondpénztelenség, munkahely elvesztése, csalódás, megvetés, szeretetlenség, rágalmazás, gyilkosság és stb. Mind ezek milyenné tehetik életünket, és merre vezethetik azt? Következmény, feszültség, zúgolódás, veszekedés, harag, gyűlölet, aggodalmaskodás, csüggedés, önbizalom elvesztése, stressz, depresszió, alkoholizmus, dohányzás, kábítószer, börtön, boldogtalanság és végül az élet értelmének és céljának elvesztése. Eredmény, legrosszabb esetben öngyilkosság. Van-e kiút, van-e megoldás? Hogyan lehetek elégedett és boldog? Vajon valóságos dolog-e, hogy behunjuk a szemeinket az élet fontos és nyugtalanító kérdései felett? Honnan ered a jó és a rossz ismerete? Van-e valami értékrend az emberben, ami által ez felismerhető attól függetlenül, hogy elfogadjuk-e Isten létezését vagy nem? Mi a neve ennek az értékrendnek? Hogyan működik és hova vezet? Mind azok, akik azonosulni tudnak-e gondolatmenettel, és késztetést éreznek az élet alapvető kérdései és válaszainak a megismerésére. Azoknak szeretnénk gyakorlati ismeretet és segítséget adni. Jézushoz vezető út a hit és a törvény szerepe az üdvőség elnyerésében, melyikre van szükség és melyikre nincs. Miért szükséges a megtérés? Ádám bűnesete miatt minden ember lelkileg halott, és ezért romlott természettel születik, aminek a következménye a bűnös életmód. A bűn gyökere a hitetlenség, az Isten igéjétől és törvényétől való elfordulás. Isten jósága mellett a Biblia nyilvánvalóvá teszi az emberi gonoszság és romlottság hatalmát is, ami alól az ember képtelen saját erejéből kiszabadulni. Ez a kilátástalan helyzet Isten természet fölötti beavatkozását tette szükségessé. Jézus Krisztus halála. Isten az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust elküldte a földre, aki emberré lett azért, hogy keresztállálával engesztelést szerezzen az emberek minden bűne és vétke miatt. Jézus Krisztus halálával utat nyitott az ember számára Istenhez. Mit jelent a megtérés? A szó a régebbi magyar nyelvben egyszerűen visszatérést jelentett. Az új szövetségi görög nyelvben előforduló eredetie a metanoia, jelentése a gondolkozásmód megváltoztatása. A Biblia szerint a bűn következménye a halál. Minden ember bűnös Ádám bűnesete miatt, ezért minden ember a kárhozat felé tart. A megtérés egy teljes fordulatot jelent, amikor az ember Isten felé veszi az irányt. Hogyan tudok megtérni? Első lépés, bűnbánat, amely belső akarati döntésre épül, és Isten szerinti megszomorodást jelent a bűn miatt. Második lépés, megalázkodás Isten előtt, amelyben a megtérő elismeri bűnösségét. Harmadik lépés, Jézus Krisztus engesztelő áldozatának személyes elfogadása és az ő nevének segítségül hívása. Negyedik lépés, a bűnök őszinte, töredelmes szívű megvallása. Ötödik lépés, elszakadása a bűnös cselekedetektől és életmódétól, ezek elhagyása és odaszánás Jézus Krisztus követésére. A megtérés gyümölcse a megigazulás, ami azt jelenti,
hogy Isten Jézus Krisztus igazságát a megtértnek tulajdonítja, aki felszabadul a végső kárhoztató ítélet, a bűn és a bűntudat érzése alól, és Jézus Krisztus által örök életet nyer. Megtérés imája a megtérés hit és akarati döntés kérdése. Megtérni úgy tudunk, hogy imában megszólítjuk Istent, és behívjuk Jézus Krisztust, mint megváltót az életünkbe. Ha a szívedben hiszed, hogy Jézus Krisztus érted is meghalt a kereszten, és kész vagy arra, hogy megfordulj az utadon, akkor kérlek, mondd el hangosan ezt az imát. Mennyei Atyám! Az Úr Jézus Krisztus nevében megyek eléd. Elismerem, hogy mindenható, örökkévaló Isten vagy, az egész világ mindenségnek a teremtője. Én is a te teremtményed vagyok. Elismerem, hogy bűnös ember vagyok, és sokat vétkeztem elind. Köszönöm Jézus Krisztus keresztálálát, és elismerem, hogy erre az áldozatra nekem is szükségem van. Ezért a szívemet, életemet megnyitom előtted. Kérlek Uram, jöjj a szívembe. Bocsásd meg a bűneimet, szabadíts meg engem a bűntől és annak minden következményétől. Hiszek benned Jézus. Hiszem, hogy te vagy az élő Istennek a fia, aki meghaltál az én bűneimért és feltámadtál a halálból, hogy megigazítsál engem. Elfogadlak Uramnak, megváltómnak, szabadítómnak, gyógyítómnak és átadom az életemet neked. Szabadíts meg Uram a gonosztól. Jöjj az én életembe. Átadom az irányítást. Dicsérlek és áldalak. Szeretlek Uram teljes szívemből, teljes lelkemből és minden erőmből. Köszönöm Istenem, hogy most átmentem a halálból az életbe, és örök életem van. Dicsőség neked Uram. Ámen. A bűnösnek Krisztusra van szüksége. A hit által megigazultaknak meg kell őrizniük az Úr útját. Ha az ember cselekedetei nincsenek összhangban hitvallásával, akkor az annak bizonyítéka, hogy nem igazult meg hitáltal. Ellengé vált. Szemelvények lehet-e Isten előtt igaz az ember? Hogyan igazulhat meg a bűnös? Ez csak egyedül Krisztus által lehetséges, de hogyan jutunk Krisztushoz? Mit kell cselekednünk? Bánjátok meg bűneiteket azért és térjetek meg és hívjetek az evangéliumban. Mit jelent az őszinte bűnbánat? Az őszinte bűnbánat a bűn feletti bánkódást és attól való elfordulást jelent. Meddig nem tudunk felhagyni bűneinkkel? Mind addig nem tudunk felhagyni bűneinkkel, míg azok bűnös voltát fel nem ismerjük. Mikor történhet életünkben igazi változás? Csak akkor történhet életünkben igazi változás, ha teljes szívvel elfordulunk bűneinktől. Mikor ébred fel a lelki ismeret? Ha a szív enged a Szentlélek befolyásának, a lelki ismeret feléled. Mit ért és lát meg ekkor a bűnös? A bűnös egyrészt megérti Isten igazságoságát, és rettegéssel gondol arra, hogy egykoron bűnösen és tisztátlanul kell megjelennie a szívek vizsgáló bírája előtt. Másrészt látja Isten szeretetét, a megszentelt élet szépségét, a lelki tisztaság örömét. Ekkor vágyódik a megtisztulás után és szeretné a mennyel való összeköttetést helyreállítani. Ezekre a kérdésekre kapunk részletes magyarázatot ebben a kis könyvecskében. Milyen volt az ember, amikor Isten megteremtette? Isten szentnek és boldognak teremtette az embert, csak a szeretet törvényének áthágása hozta a romlást és a halált a földre. 2. Miért jött Jézus Krisztus? Krisztus azért élt, azért szenvedett és azért halt meg, hogy bennünket megváltson. Áldozata által vált lehetővé, hogy Isten igazságosága megmaradjon és a Jézusban hívő is megigazuljon. Ésaiás 53-ban 5 és ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. 2 Korintusz 5-ben 19 mint hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. A bűn mit tett az ember természetével? A bűn következtében az ember természete megromlott, és saját erejéből képtelen volt a bűn hatalmának ellentállni. Mi volt az, aminek már ekkor az ember nem tudott örülni? A bűnbeesés után az ember nem lelt örömet a szentségben és mindinkább elrejtőzött Isten elől.
A meg nem újult szív ma is hasonló állapotban van. Miután nem él összhangban Istennel, nem is talál örömet a vele való közösségben. Lehetetlen, hogy saját erőnkből kimenekedhessünk a bűnörvényéből, amelybe beleestünk. Szívünk hajlamai gonoszak, és mi ezen változtatni nem tudunk. Hogyan juthat a bűnös a szentség állapotába? Előbb egy felsőbb hatalomnak kell a szívben működnie, felülről való új életre van szükség, mielőtt a bűnös ember a szentség állapotába juthat. Ez a hatalom Krisztus. Mi lesz ennek a következménye? Az embernek új szívet, új vágyakat, új indokokat és terveket kell nyernie, hogy új életet folytathaton. János evangéliuma 3:3 felele Jézus és mondja néki, bizony, bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. 1 Korintus 2:14 érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki, meg sem értheti, mivel hogy lelkiképen ítéltetnek meg. Cselekedetek 4:12 és nincsen senkiben másban idvesség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Ámen. Bűnbánat lehet-e Isten előtt igaz az ember? Hogyan igazulhat meg a bűnös? Ez csak egyedül Krisztus által lehetséges, de hogyan jutunk Krisztushoz? Mit kell cselekednünk? Bánjátok meg bűneiteket azért, és térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Mit jelent az őszinte bűnbánat? Az őszinte bűnbánat a bűn feletti bánkódást és attól való elfordulást jelent. Meddig nem tudunk felhagyni bűneinkkel? Mind addig nem tudunk felhagyni bűneinkkel, míg azok bűnös voltát fel nem ismerjük. Mikor történhet életünkben igazi változás? Csak akkor történhet életünkben igazi változás, ha teljes szívvel elfordulunk bűneinktől. Mikor ébred fel a lelki ismeret? Ha a szív enged a Szent Lélek befolyásának, a lelki ismeret feléled. Mit ért és lát meg ekkor a bűnös? A bűnös egyrészt megérti Isten igazságoságát, és rettegéssel gondol arra, hogy egykoron bűnösen és tisztátlanul kell megjelennie a szívek vizsgáló bírája előtt. Másrészt látja Isten szeretetét, a megszentelt élet szépségét, a lelki tisztaság örömét. Ekkor vágyódik a megtisztulás után, és szeretné a mennyel való összeköttetést helyreállítani. Krisztus nélkül nincs őszinte bűnbánat, és nélküle nincs bűnbocsánat. Máté 11:28, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Máté 11:29, vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mi a bizonyítéka annak, hogy a Szent Lélek hat a szívünkre? Ha az igazság és a tisztaság után vágyakozunk, ha bűnös voltunk tudatára ébredünk. Ez mind világos bizonyítéka annak, hogy a Szent Lélek hat a szívünkre. Az Úr ezt mondta. Ha felemeltetem e földről mindeneket magamhoz vonzók, János 12:32. Mikor tudja követni az ember a lelki ismeret szavát? A bűnösnek Krisztust, mint a megváltót kell megismernie, aki életét a bűnösért a kereszten feláldozta. Miközben a bűnös szemléli ezt a szeretetet, szíve meglágyul, elméje fogékonyá lesz, és lelkét töredelemre készteti. A bűnös ellene állhat ennek a szeretetnek, vonakodhat Krisztushoz közelebb jutni, de ha nem ellenkezik, Jézus végül magához vonza. Ha a bűnös megismeri az érte hozott megváltás tervét, akkor a kereszt tövéhez bórul és komolyan megbánja bűneit, melyek Isten hűséges fiának szenvedéseit okozták. Ekkor elkezdi követni a lelki ismeret intőszavát. Mikor utálja meg a bűnös önmagát? A bűnös megutálja önmagát, ha Krisztus szeplőtlen, tiszta jellemét szemléli. Mire törekszik ekkor a bűnbánó bűnös? Az ilyen módon érintett szív olyan tisztaságra törekszik, amely Isten törvényével és Krisztus jellemével összhangban van. Hogyan kell Krisztushoz menünk? Ha látjuk, bűnösségünket egyetlen percet se várjunk, hogy magunkat megjavítsuk. Sokan azt gondolják, hogy nem elég jók ahhoz, hogy Jézushoz jöjjenek, de vajon saját erődből megjavulhatsz-e?
Jeremiás 13-ban 23 elváltoztathatja é bőrét a szerecsen, és a páduc az ő foltosságát. Úgy ti is cselekedhettek jót, akik megszoktátok a gonoszt. Ne várj erősebb hitre, kedvezőbb alkalmakra, vagy szentebb jellemre. Saját erőnkből semmit sem érhetünk el. Amint vagyunk, úgy kell Krisztushoz menünk. Mikor veszett volna el az ember örökre? Krisztus keresztáldozata nélkül az emberiség sohasem szabadulhatott volna meg a bűnnek beszennyező hatalmától. És sohasem léphetett volna kapcsolatba Istennel. Isten megváltási terve nélkül az ember örökre elveszett volna. Nincs más reményünk a magasabb szintű életre, csak ha Krisztusnak engedelmeskedünk. Amit mi nem győzünk le, az bennünket győz le, és megsemmisülésünket idézi elő. Ne tekintsük a bűnt soha csekély vagy jelentéktelen dolognak. Bűneink okozták Isten fiának, Jézus Krisztusnak halálát. Ezért soha sem jelentéktelenek és soha se vegyük könnyelműen és közömbösen. Mikor értjük meg a bűn nagyságát? Ha Krisztust, mint a kereszten függő Isten fiát szemléljük, akkor felismerjük Isten szeretetét és megértjük a bűn nagyságát és horderejét. Ha megértünk valamit azon végtelen áldozat nagyságából, amelyet Krisztus értünk bemutatott, akkor szívünkben szeretetet és hálát fogunk érezni a jó Isten iránt. Ámen. Bűnvallomás, hogyan nyerhetünk kegyelmet? Aki elfedezi a vétkét, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Példabeszédek 28-ban 13. Aki a bűnt bevallja és elhagyja a kegyelmet, nyer. Mi lehet az oka annak, ha még nem nyertünk bűnbocsánatot? Ha mindez idáig még nem nyertünk bűnbocsánatot, annak egyedüli okát abban kell keresnünk, hogy nem voltunk hajlandók szívünket megalázni és alkalmazkodni az Isten igéjében foglalt feltételekhez. Az őszinte bűnvallomás szívünk belsejéből kell, hogy fakadjon. Mikor fogadja el Isten a bűnvallomásunkat? A félváról vett bűnbánatnak csak felületes bűnvallomás lehet a következménye, amely viszont nem eredményez megváltozott életet. Isten bűnvallomást őszinte bűnbánat és javulás nélkül nem fogad el. Egész életünknek át kell alakulnia, és mindaz, ami Istent sérti, el kell hagynunk. Ez lesz az eredménye a bűneink felett érzett őszinte bűnbánatnak. Mi történik, ha a bűn kiöli az erkölcsi érzékeket? Ha a bűn kiöli az erkölcsi érzéket, az illető nem képes többé jellemének fogyatkozásait felismerni, és nem látja bevétkeinek rettenetes horderejét. Mikor vak a bűneivel szemben az ember? Ha nem enged a Szentlélek befolyásának, úgy sok tekintetben elvakult bűneivel szemben. Beismerései nem őszinték és nem komolyak. Mire vezeti az igazi bűnbánat az embert? Az igazi bűnbánat rávezeti az embert, hogy bűneit magára vegye. És minden csalás és képmutatás nélkül beismerje. Az igazi bűnbánó így kiált fel: Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek. Lukács 18-ban 13. A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarja velő az égre emelni, hanem veri velő mellét, mondván: Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek. Mind azok, akik így ismerik be bűneiket, bocsánatot nyernek és megigazulnak. Timoteus 1 levél 1-ben 15. Mikor tudjuk értékelni az értünk hozott áldozatot? Csak az őszinte bűnbánattól eltelt, alázatos és megtört szív tudja Isten szeretetét és a golgotai áldozat nagyságát valamennyire értékelni. És Ézsaiás 66-ben 2. Hiszen mindezeket kezem csinálta, így álltak elő mindezek, így szól az Úr. Ha nem erre tekintek én, aki szegény és megtörött lelkű, és aki beszédemet rettegi. 1 János 1-ben 9. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ámen. Odaadás, mikor munkálhatja Isten bennünk a változást. Ezt mondja az Úr, aki teljes szívéből keres, megtalál. Jeremiás 29-ben 13. És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Egész szívünket át kell engedni Istennek, különben nem munkálhatja bennünk a változást. Bűnös természetünk elidegenedett Istentől.
Isten igéje ezt mondja, akik holtak voltatok a vétkeitek és a bűneitek miatt. Efézus 2-ben első az örök élet számára bűneink miatt halottak vagyunk, így ilyen természettel és ilyen élettel Isten nem vihet bennünket a mennybe. Ezért Isten meg akar gyógyítani, szabadítani bűneinkből. Miután ez teljes átalakulást igényel, egész lényünk megújulását. Ezért teljesen át kell magunkat adni Istennek. Mikor újulhat meg a bűnös? A léleknek előbb engedelmeskednie kell az Istennek, mielőtt megújulhatna. Azt hisszük, hogy talán igen nagy áldozat minden felajánlani az Úrnak. Tegye fel mindenki ezt a kérdést, mit adott Krisztus érettem? Krisztus mindent feláldozott érted és értem. Vajon mit áldozunk fel, ha mindjárt mindenünket is odaadjuk? Egy bűnöktől beszennyezett szívet, hogy azt Krisztus a saját vérével megtisztítsa, és kimondhatatlan szeretetével megváltsa. És az emberek mégis nehéznek tartják, hogy mindent feladjanak. Ki ellen követjük el a legnagyobb hibát, amikor Isten akaratával szemben gondolkodunk és cselekszünk? Az ember önmaga ellen követi el a legnagyobb igazságtalanságot, ha Isten akarata ellen gondolkodik és cselekszik. Mert a bűn útja nyomor és pusztulás. Hogyan adhatja át magát a bűnös teljesen Istennek? Minden az akarat helyes irányú döntésétől függ. A választás képességét megadta Isten az embernek, csak egyedül tőle függ, hogy jóra vagy rosszra használja-e. Ha a jóság és a szentség utáni vágyakozásunk csak kívánság marad, az semmit sem ér. Mikor tudunk erőt nyerni Istentől? De ha akaratunkat alárendeljük Istennek és döntünk mellette és elfordulunk bűneinktől, akkor felülről fogsz erőt nyerni, és képes leszel új életet a hitnek életét élni. Ámen. Hit és elfogadás. Mikor ébred rá a bűnös, hogy a bűn választotta el Istentől és, hogy annak rabszolgája? Mihelyt a Szentlélek munkája felébreszti a lelki ismeretet, arra a meggyőződésre jutunk, hogy a bűn választott el minket Istentől. És, hogy a gonosz hatalmába, rabszolgaságába kerültünk. Lukács 4-ben 6 és mándő néki az ördög, néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét, mert nékem adatot, és annak adom, akinek akarom, mi lesz ennek a következménye. Észrevesszük, hogy az életünk önzéssel és bűnnel telt. Bűnbocsánat, megtisztulás és szabadulás után vágyakozunk. Mire van szüksége a bűnös embernek? A bűnös embernek bűnbocsánatra, lelki békére és szeretetre van szüksége. És ezt csak Jézusnál találhatja meg. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek. Ezékiel 36-ban 23 és megszentelem az én nagy nevemet, mely megfertésztetett a pogányok között, melyet ti fertésztettetek meg köztök, és megtudják a pogányok, hogy én vagyok az Úr, ezt mondja az Úristen, mikor megszentelem magamat rajtatok az ő szemök láttára. Ha bevallottuk bűneinket és elhatároztuk, hogy Istennel új életet kezdünk, akkor kérjük Istent, hogy vegye el bűneinket és, hogy új szívet ajándékozzon nekünk. Azután higgyük el, hogy kérésünket teljesíti, mivel megígérte. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön bűnöket, megbocsátani, ekkor mondta Agúta ütöttnek, kelj, felvedd a te ágyadat és eredj haza, Máté 9-ben 6. Mi bizonyítja azt, hogy Isten elfogadott? Ha hiszünk Jézus ígéretében, akkor hisszük, hogy bűneink megbocsájtattak, ne várj addig, még érezni fogod, hogy meggyógyultál, hanem mondd, hiszem, hogy így van, nem azért, mert érzem, hanem mert Isten megígérte. Jézus Krisztus mondta, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindezt megnyeritek, Márk 11-ben 24. Mikor állhatunk meg a törvény előtt? Ha Jézus elé léptünk és ő bűneinkből megtisztítót és új szívet kaptunk, akkor lelki ismeret furdalás nélkül megállhatunk a törvény előtt. Ekképpen nincsen már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak, kik nem teszt szerint járnak, hanem lélek szerint. Róma 8-ban első. Kié vagy ekkor? Többé tehát nem vagytok magatoké. Tudván, hogy nem veszendő holmin,
Ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, Krisztusén. Péter 1 levél 1-ben 18-tól 19-ig. Ilyen képen beleszületünk Isten családjába. Azért, amiképpen vettétek a Krisztust, az uratakképpen járjatok ő benne. Kolosé 2-ben 6. Oly bűnös és tehetetlen állapotban, amilyenben éppen most vagyunk, jöjjünk Jézushoz. Ésaiás 55-ben 7 hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bűvelkedik a megbocsátásban. Mit gyűlöl Isten, és mit szeret? Isten gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. Ésaiás 49-ben 15 hát elfeledkezheti-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Ámen. A tanítványág próba köve mi mutatja meg, hogy új teremtés vagy. Azért, ha valaki Krisztusban van új teremtés, az a régiek elmúltak és ímé újjá lett minden. Korintusz 2 levél 5-ben 17 ha szívünk Isten lelke által megújult, akkor életünk is. Bizonyságot tesz erről a tényről. Változás áll be életünkbe és szokásainkba. Tisztán határozottan látható a különbség a között, amik voltunk, és amik újjászületésünk óta vagyunk. Kié a szívünk és mivel foglalkoznak gondolataink? Kiről és miről beszélünk a legszívesebben? Milyen gyümölcsöket teremnek az új teremtmények? Akik Jézus Krisztusban új teremtmények, azok a lélek gyümölcseit termik. Galata 5-ben 22, de a léleknek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Akik ezelőtt büszkék és akaratosak voltak, most kedvesek és alázatosak. Az igazi keresztény nem a külső díszt keresi, hanem a szívnek elrejtett emberét, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával. 1 Péter 3-ban 3, akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való, 1 Péter 3-ban 4. Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. Meddig nincs bizonyítéka a megtérésünknek? Mind addig nincs bizonyítéka megtérésünknek, amíg új életet nem eredményez. Ha szívünk Isten képére újjá alakult és szeretete belett plántálva szívünkbe, vajon nem valósíthatjuk meg az életünkben Isten parancsolatait? Így teljesedésbe megy az új szövetség ígérete, adom az én törvényemet az ő szívükbe és az ő elméjükbe íróm be azokat. Zsidó 10-ben 16. Ezért mondja a Szentírás, mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Ján 1 levél 5-ben 3. Aki ezt mondja, hogy ismeri Isten, de nem tartja meg az ő parancsolatait, az hazug és nincs meg abban az igazság. Ján 1 levél 2-ben 4. Mi tesz képessé az engedelmességre? A hit tesz képessé bennünket az engedelmességre. Ezért a hit gyümölcse az engedelmesség. Mi adja meg az életszentség lényegét? Az életszentség lényegét Isten szent törvénye határozza, meg amely a 10 parancsolatban jut kifejezésre. De ha a hit is, ha cselekedetei nincsenek meghalt önmagában. Jakab 2-ben 17. Jézus ezt mondta, én megtartottam az én atyám parancsolatait és megmaradok az ő szeretetében. János 15-ben 10. Miről tudjuk meg, hogy megismertük az Istent? Arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, mint ahogy Jézus járt és cselekedett. Mióta a bűn alatt vagyunk és a szentséget nélkülözzük, azóta nem vagyunk képesek a törvénynek teljesen engedelmeskedni. Mikor igaz a hitünk? Jakab 2-ben 19. Az ördögök is hisznek és rettegnek. Azonban ez nem hit. Ahol nem csak Isten szavában való hitet, hanem iránta való engedelmességet is találunk, ahol egyedül értevől érte dobog a szívünk, csak is ott van az igaz hit. Az a szív, amely régi állapotában nem volt képes Isten törvényét megtartani, most örömmel kiáltja, ó, Uram, igen szeretem a te
törvényedet egész nap estig, arról gondolkodom. Zsoltárok 119-ben 97. És ilyen módon még mielőtt cselekednénk az Isten törvényét az Úr, ami szívünkbe és elménkbe írja azokat, hogy mi belülről szívünk mélyéből, vágyakozunk annak igazi betöltésére. Mikor lakik Krisztus iránti mély szeretet a szívünkbe? Krisztus iránti mély szeretet nem lakhat olyan szívben, amely még nem ébredt bűnös voltának tudatára. Ha saját erkölcsi gyengénket még nem ismertük fel, ez legvilágosabban bizonyítja, hogy Krisztust még nem ismerjük az ő tökéletességében. Ámen. Isten ismerete mit kell tennünk, ha meg akarjuk ismerni az Istent? János 5-ben 39. Tudakozzátok az írásokat, mert ezek azok, amik bizonyságot tesznek rólam, mondta Jézus. Ha meg akarjuk ismerni Jézus Krisztust, akkor tanulmánytárgyává kell tenni a Szentírást. Amikor a kezedbe veszed a Szentírást, akkor Isten személyesen fog szólni hozzád belőle. János 6-ban 35 Jézus pedig mondanékik, én vagyok az életnek a ma kenyere, aki hozzám jéjő. Semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. Mikor van élet bennünk? Ha nem eszitek az ember fiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. A beszédek, amelyet én szólok néktek, lélek és élet. János 6-ban 63 a lélek az, ami megelevenít, a teszt nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Soha se tanulmányozunk a Szentírást ájemén nélkül. János 16-ban 14 az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Az ájemé nem Istent hozza lehoznák, hanem minket, emöl fel ő hozzá. Mikor vagyunk veszélyben? Folytonos ájemé és buzgó éberség nélkül, abban a veszélyben vagyunk, hogy hanyagokká leszünk és az egyenes ösvényről letérünk. Az első feltétel az, hogy Isten segítségének szükségét érezzük és felismerjük. Ám de nekünk is kell az Urat keresnünk, hogy érettünk cselekedjen. Máté 7-ben 7 kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyittatik néktek. A második feltétel a hit. Zsidó 11-ben 6 hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. A harmadik feltétel a kitartás. Mindig álhatatosnak kell lenni az imában, Róma 12-ben 12. Filippi 4-ben 6. A mi imáinkat Jézus lelkülete és indulata kell, hogy uralja. Mikor van az, amikor már nem imádkozunk? Aki csupán imádkozik, de nem cselekszik, az csak hamar felhagy az imával is, vagy pedig imája külső formasággá válik. Ha többet gondolnánk Jézusra, és többet beszélnénk róla, akkor jobban érezhetnénk jelenlétét is. Zsidó 7-ben 25 ennek okáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert minden ha él, hogy esedezzék élettök. Ámen. Növekedés Krisztusban minek nevezi a megtérteket a Szentírás? A megtérteket újszülött gyermekeknek nevezi a Szentírás. Pét 1 levél 2-ben 2. kiknek Jézus Krisztusban érett férfiakká és asszonyokká kell növekedni. Efézus 4-ben 5-1 az Úr, 1 a hit, 1 a keresztség. Mikor lehetünk részese a Krisztusban való életnek? Ha valaki nem születik újjá a Szentlélektől, akkor nem is lehet részese a Krisztusban való új életnek. Azaz ember nem tud gyönyörködni sem, az Istenben sem, az ő törvényében, és nem is érzi szükségét annak, hogy cselekedjen valamit Istenért vagy magáért. Az ilyen ember megelégszik avval az állapottal, amiben van, nem kíván sem, többet sem kevesebbet, nem kíván másoknál nagyobb lenni, de kisebb sem szeretne lenni. Saját erőnkből képtelenek vagyunk igaz életet élni. Ezért mondta az Úr, nálam nélkül semmit sem cselekedhetek, János 15-ben 4, maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, akképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. János 15-ben 5, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt,
mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Miből él az igaz ember? Az igaz ember hitből él. Zsidó 10:38 az igaz pedig hitből él. És aki meg hátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. Hitben letettek Krisztus tulajdonaivá, és hitáltal kell folyton benne növekednetek odaadás és elfogadás által, azon a módon, ahogyan őt elfogadtuk. Ámen. Boldog élet, mikor jöhet létre életünkben igazi megújulás. Isten hatalmát semmibe véve nem jöhet létre életünkbe igazi megújulás. Mikor tudunk ellene állni a kívülről és a belülről jövő kísértéseknek? Amíg Krisztus élete nem lesz személyes életünk éltető ereje, addig nem tudunk ellenállni a kívülről és a belülről támadó kísértéseknek. Ha átadjuk magunkat Krisztusnak, mi lesz a következménye? Ha valaki átadja magát Krisztusnak, értelme a törvény befolyása alá kerül, ha az ember egyesül Krisztussal, szabaddá lesz. Ezért mondta az Úr, akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. Nincs oly bánat, nincs oly sérelem, amelyre Krisztusnál ne lenne orvosság. Az igazi nevelés az ember egész lényére kiterjed. Ezért a legfontosabb ismeret az Isten ismeret és Isten küldöttjének, Jézus Krisztusnak a megismerése. János 17:3 az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ha az akaratunkat helyesen használjuk, mi lesz a következménye? Ha az akaratunkat helyesen használjuk, akkor az életünk gyökeresen megváltozhat. Bármilyen bűnrabságában éltek, akármilyen mélyre süllyedtetek is, töredelmes szívvel Krisztushoz tértek, ő elfogad titeket. Aki én hozzám jéhő, azt ki nem, vetem. Mi a bűn gyógyszere? A bűn egyedüli gyógyszere Krisztus kegyelme és ereje. Ezért mondta az Úr Pálnak, elég néked az én kegyelmem, mert mindenre van erőm a Krisztusba, aki megerősít. Mikor tudunk a bűnös szokásokból szabadulni? A bűnös szokásokból addig nem tudunk szabadulni, míg Isten kegyelme meg nem újítja szívünket. Hol kezdődik az igazi megújulás? Az igazi megújulás a szív megtisztulásánál kezdődik, és illi módon élő kapcsolatba kerülünk Istennel. Mikor nem tud az ember vétkezni? Az ember ne féljen attól, hogy emberi természetének gyengesége miatt képtelen győzni. Mert amikor Isten bennünket isteni természet részeseivé tesz, akkor az emberi természet az isteni természettel egyesülve képes lesz győzni a bűn felett, és ilyen módon nem fog vétkezni. Ezt Jézus Krisztus élete tanúsítja. Pét 2:1. Mit ne nézzünk? Ne nézzük a körülményeinket, a magunk gyengeségeit és a kísértés hatalmát sem, hanem nézzük inkább Isten igéjének erejét. Ezért mondta Dávid, szívembe rejtetem a te beszédeidet, hogy ne vétkezem elind, Zsoltárok 119:11. Miért szenvednek a legtöbben? A legtöbben azért szenvednek, mert helytelenül élnek. Aki az ember értelmét teremtette, tudja, hogy mire van szüksége az értelemnek. Krisztus szabadít meg a kétségbeeséstől és a bánattól. Mikor élhetünk a békesség légkörében? A rohanó életben is meg kell találni a lehetőséget arra, hogy több időt töltsünk Istennel és a családdal. Aki a rohanó tömeg közepette és az élet mérhetetlen sok. Tennivalójának hordózása közben Istennél felüdül, az a világóság és a békesség légkörében él. Mikor nem tud lelkünk meggyógyulni? Lelkünk sohasem fog meggyógyulni, ha csak annyit hiszünk, hogy Krisztus a világ megváltója. Meddig nem nyugszik Isten? Isten nem nyugodhat addig, amíg mind azok, akik elfogadják a megváltást, ki nem gyógyulnak bűneikből. Mit mutat az értünk hozott áldozat tisztasága? Miként az értünk hozott áldozat tökéletes volt? A bűn szennyétől való megtisztulásnak is tökéletesnek kell lennie. Mi a bűn? A törvény minden igazságtalanságot kárhoztat, így minden igazságtalanság bűn. Filippi 2:12-13. Mivel tudunk ellenállni saját hajlamainknak? Saját hajlamainknak csak az énünk megfeszítésével tudunk ellenállni. Mit kell ápolni magunkban, és mire kell nevelni magunkat? Ápolni kell szívünkben az Istenhez való ragaszkodást, rá kell nevelnünk magunkat a kísértést legyőzni tudó gondolkodásra.
A fegyelmezetlen gondolkodáson változtatni kell. Tegyünk erőfeszítéseket. Ösztönös, rossz tulajdonságaink legyőzésére. Kötelességünk lelkünknek olyan táplálékot adni, amely a lelki életre serkent és bátorít. Naponta meg kell győződnünk Isten jelenlétéről. Ha megismertük Istenünket és megváltónkat, akkor ez a jellemünkben is meg fog mutatkozni. Mikor hiszünk igazán a Szentírás isteni eredetében? Aki személyes tapasztalatból ismeri meg az Istent és igéjét. Az szilárdan hisz a Szentírás isteni eredetében. Mi a földi életünk rendeltetése? Földi életünk rendeltetése, hogy felkészítsen bennünket az örökké való életre. Mikor rögződnek meg a rossz szokásaink? Sokan nem tökélik el, hogy megjavuljanak, és ezért rossz szokásaik megrögződnek. Mit néz Isten bennünk? Isten azt nézi, hogy lelkéből mennyi van bennünk és életünk mennyire hasonlít az övére. Mikor lehet keresztény jellemünk? Ameddig ezen a földön élünk, támadásnak vagyunk kitéve, bosszúságok teszik próbára türelmünket, de ha jó lelkülettel elviseljük őket, akkor jellemünkben keresztény vonások fejlődnek ki. Ha Krisztus bennünk lakik, akkor türelmesek, kedvesek és elnézőek leszünk. Kitartó igyekezet, rendíthetetlen elhatározás, folytonos éberség és szüntelen imádkozás nélkül nem tudjuk megvalósítani. Ha csak egy bűnt tűrünk meg az életünkben, mi lesz az eredménye? Egyetlen bűnös szokás, ha nem szállunk szembe vele, a célláncá szilárdul és megkötözi egész valónkat. Ezért határozottan ellene kell állni. Mikor tudunk irtózni minden bűntől? Jézus jelenlétének légkörében irtózni fogunk minden bűntől. Mikor van a legnagyobb szükségünk Jézusra? Minél nehezebb az életünk és minél súlyosabbak a terheink, annál nagyobb szükségünk van Jézusra. Mit nyújt az imádkozásból nyert erő? Az imádkozásból merített erő képessé tesz bennünket arra, hogy lelkünkben a legáldatlanabb körülmények között is békesség legyen. Mit ér az, ha ismerjük az igazságot, de nem cselekedjük? Hiába hallgatjuk az ige hirdetést és hiába olvassuk a Bibliát, ha a megismert igazság nem mutatkozik meg az életünkben. Filippi 3-ban 14, de egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam meget vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékig dőlvén. Célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Záró gondolat, az igazi nevelés az ember egész lényére kiterjed. Ezért a legfontosabb ismeret az Isten ismeret és Isten küldöttjének, Jézus Krisztusnak a megismerése. János 17-ben 3. Az ember ne féljen attól, hogy emberi természetének gyengesége miatt képtelen győzni. Mert amikor Isten bennünket isteni természet részeseivé tesz, akkor az emberi természet az isteni természettel egyesülve képes lesz győzni a bűn felett, és ilyen módon nem fog vétkezni. Ezt Jézus Krisztus élete tanúsítja. 2 Péter 1-ben 4, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Meddig nem nyugszik Isten? Isten nem nyugodhat addig, amíg mind azok, akik elfogadják a megváltást, ki nem gyógyulnak bűneikből. Naponta meg kell győződnünk Isten jelenlétéről. Ámen. A 10 parancsolat és a hitáltali megigazulás, ahogyan Isten fia hitáltal az atyában élt, úgy kell nekünk is hitáltal Krisztusban élni. Jézus olyan tökéletesen alárendelte magát Isten akaratának, hogy életében egyedül az atya volt látható. Bár mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, mégis úgy állt a világ előtt, mint ékin nem ejtett foltot az őt körülvevő bűn. Úgy kell nekünk is győznünk, ahogyan Krisztus győzött. E.G. White, Jézus élete, 325. Mi tehát a hit általi megigazulás? Isten műve, amely az ember minden dicsőségét porba dönti, és elvégzi az emberért azt, amit az embernek nem áll hatalmában önmagáért megtenni. Amikor az emberek belátják saját semmiségüket, akkor készültek el arra, hogy Krisztus életszentségét felöltözzék. E.G. White, R.H., 1902.
9.16. Minden reggel első dolgotok legyen felajánlani magatokat Istennek. Így imádkozzatok, fogadj el Uram a te tulajdonodnak. Összes terveimet lábaidhoz teszem. Használj fel ma is. Szolgálatodra. Maradj velem és engedd, hogy minden munkámat te benned végezzem. Ez mindennapi kötelességetek legyen. Minden egyes reggelen újból szenteljétek magatokat az Úrnak. Terveiteket mind neki rendeljétek alá, hogy megvalósítsátok vagy feladjátok, amint gondviselése akarja. Így adjátok át, ajánljátok fel Istennek napról napra életeteket, hogy az mindinkább átalakuljon és hasonlóvá legyen Krisztus életéhez. E.G. White, J.V.U., 70-lő. Jézus Krisztus azt mondta, akik engem szeretnek, az én parancsolataimat megtartják, mivel tudod megmutatni, hogy szereted az Istent. Azáltal, hogy engedelmeskedsz Istenek. Ismered a 10 parancsolatot. Hány törvény van az első kőtáblán? És hány van a másodikon? Kivel kell szemben betartani az első kőtáblán lévő parancsolatokat? És kivel szemben a második kőtáblán lévő parancsolatokat? Az első 4 van. A másodikon pedig 6-4 meg 6-1-10 mik azok a parancsolatok, amiket Istennel szemben kell gyakorolni. Első idegen isteneid ne legyenek néked második bálványokat, szobrokat ne imád és ne tiszteld harmadik Isten nevét hiába felneved negyedik meg emlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt melyiket gyakorlod a 4 közül Istennel szemben. Mózes 2. könyve 20. Fejezet 10 parancsolatot most nézd meg az egyházakat melyik az az egyház, amelyik a 4. parancsolatot megtartja. Fontos, hogy megtartsák vagy nem fontos a 4. parancsolat megtartása. Jakab 2:10 ha valaki megtart, ja az egész törvényt is de vét egy ellen akkor az egész törvény ellen vét ami azt jelenti, nem vehetünk el egyet sem a törvényből. Mert vétkezünk a törvény ellen. De nem a törvény cselekedeteiből van az üdvösség, mert azt ajándékba adja Isten az embernek. De akkor miért kell megtartani a törvényt? Törvényt azért tartjuk meg, mert megigazultunk hitáltal és nem fordítva, az lehetetlen lenne számunkra. Aki nem igazult meg hitáltal az nem fogja tudni megtartani a törvényt bármennyire is erőlködik nem fog menni. Mert az ember természete alapjában van megromolva. A törvény megmutatja, hogy mi a bűn, de nem képes megszabadítani tőle. A törvény tükör hol kell kezdeni a változást. Mennyire ismered a természeted és szeretnél elszabadulni a bűnös emberi hajlamtól, ami vonz és húz a bűn fellé. Ami bennünk van születésünktől fogva. Üdvözíthet-e Jézus Krisztus bennünket ezzel a természettel? Semmiképp. Először egyfelülről való újjászületésre van szükségünk és belső lelki átváltozásra, ami alapjáig megváltoztatja, megsemmisíti ezt a természetet. Ezt hogyan lehet elérni? Más szóval meg kell, halljon bennünk ez a természet és ha ez meghal csak is akkor vagyunk képesek megtartani a törvényt. Kérdés az mikor tud Isten igaznak nyilvánítani minket hitáltal. Ha már meghalt az ó emberünk, vagyis a megromlott emberi természetünk másképpen nevezve bűnre való hajlam. Hogy hal meg a bűnre való hajlam? Pál azt írja, hálát adok az Úr Jézusban való életnek lelke megszabadított engem a bűn és a halál testéből. Amilyen mértékben adjuk, át magunkat Istennek olyan mértékben fogja átalakítani, megváltoztatni rabul, fogjul ejteni természetünket. Amikor a Szentlélek megöldökli a bűnre való hajlamot, bűnös természetet bennünk akkor és csak is akkor nyilvánít Isten igaznak hitáltal. Akkor leszünk képesek megtartani Isten törvényét így már nem lesz nehezünkre, sőt új természetünknek minden vágya és kívánsága az lesz, hogy Isten kedvébe járjunk. János apostol azt írja, az ő akarata pedig az, hogy megtartsák az ő parancsolatait, amelyek nem nehezek. Így az új természetnek nem nehéz megtartania a törvényt. Ami a bűnre hajó természetnek nehéz volt, az az isteni természetnek természetes. Csak is így tudjuk betölteni Isten parancsolatait. A kérdés az isteni természetnek részesei lettünk-e vagy nem. Megigazultunk hitáltal vagy nem. Mindezt az a természet mutatja, meg amit kaptunk az újjászületésünk után. Isten ekkor a szívünkbe és lelkünkbe vési a törvényt. Amikor Isten hitáltal igaznak nyilvánít, akkor azt tudjuk mondani,
Amit a próféta is mondott, a te törvényed szívem közepette van, arról gyönyörködöm éjjel-nappal. Ekkor tud egyesülni a törvény lelkületével az ember, mert már nem mutogat ujjal a törvényre. Törvény előtt szabad lábra helyezve áll, vagyis nincs a törvény ítélete alatt, mert összhangba cselekszik a törvénnyel. Ez az igazi hitáltali megigazulás. Ámen. Eltörölte Jézus Krisztus a 10 parancsolatot, vagy nem? Nem törölte el. Pál apostol idejében is többen a törvényből akartak megigazulni Krisztus nélkül. Ma pedig sok keresztény ingyen kegyelemből akar megigazulni törvény nélkül. Pál leveleiben meg kell különböztetni, mit miért mond és kinek. Pál leveleiben 3 fontos törvényt említ. A bélyügyen törvénye bűnre való hajlam, vagyis eredendő bélyügyen, amitől Krisztus meg is váltott halála által. Isten törvényéről, a 10 parancsolatról, amit sokan összekevernek leveleiben foglalt törvényekkel. A ceremoniális törvényről, áldozati törvényről, amit kereszt halálakor el is törölt. Bélyügyen törvénye, mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Mit is tehát? Vétkezzünk-e, mivel hogy nem vagyunk törvény alatt? Távol legyen. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek vagy a bűnnek, ami halálra, vagy az engedelmességnek, ami megigazulásra vezet. Róma 6-ban 14-től 16-ig. Róma 7-ben 21 megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Róma 7-ben 22, mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. Róma 7-ben 23, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ad a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Róma 7-ben 24, óhő én nyomorult ember. Kicsoda? Szabadít meg engem halálnak testéből. Róma 7-ben 25, hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jól lehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Róma 7-ben 4, azért atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Róma 7-ben 5, mert mikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban. Hogy gyümölcsözzenek a halálnak, Róma 7-ben 6, most pedig megszabadultunk a törvénytől, minek utána meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartattunk, hogy szolgáljunk a léleknek újságában és nem a betűjóságában. Ceremoniális törvény, mi volt ez a kézírás és hova tették? Ezek voltak a ceremoniális törvények. 5 Mózes 31-ben 24, mikor pedig teljesen és mindvégig beírta Mózes e törvény igéit könyvbe. 5 Mózes 31-ben 25, parancsol a Mózes a lévitáknak, akik hordozzák vele az Úr szövetségének ládáját, mondván, 5 Mózes 31-ben 26, vegyétek e törvénykönyvet, és tegyétek ezt az Úrnak, a ti isteneteknek szövetség ládája oldalához, és legyen ott elén bizonyságul, Kolosé 2-ben 14, azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára, Efézus 2-ben 14, mert ő a mi békességünk, ki egyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat, Efézus 2-ben 15, az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy ama kettőt egy új emberré teremtse ő magában, békességet szerezvén, Efézus 2-ben 16, és hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. Gálata 5-ben 1, annak okáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított. Álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. Gálata 5-ben 2, íme, én Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus nektek semmit sem használ. Gálata 5-ben 3, bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani. Gálata 5-ben 4, elszakadtatok Krisztustól,
akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek. 10 parancsolat vajon Pál apostol melyik törvényről beszél? A 10 parancsolatról vagy a bűn törvényéről, amely uralkodik a tagjainkba. Róma 7 és 8 fejezet. Az apostol azt mondja, akik Krisztusban vannak, azok felszabadultak a bűn törvénye alól. De nem a 10 parancsolat alól. Mert akik hitáltal igazzá váltak, azoknak szívébe és lelkébe írta Isten a törvényt. Ezért mondja János, hogy az ő parancsolatai nem nehezek. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus, Istentől született, és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Gálata 6-ban második egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Róma 2-ben 29, hanem az a zsidó, aki belsőképpen az, és a szívnek. Lélekben, nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van. Gálata 6-ban 15, mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés. 1 Korintus 7-ben 19, a körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi, hanem Isten parancsolatainak megtartása. Róma 2-ban 13, mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Róma 3-ban 31, a törvényt tehát hiába valóvá tesszük-e a hit által. Távol legyen. Sőt, inkább a törvényt megerősítjük. Róma 13-ban 8, senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Róma 13-ban 9, mert ez, ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egybe, szeressed fele barátodat, mint te magadat. Jakab 2-ben 8, ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az írás szerint, szeressed fele barátodat, mint te magadat, jól cselekeztek. Jakab 2-ben 9, de ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói. Jakab 2-ben 10, mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Jakab 2-ben 11, mert aki ezt mondotta, ne paráználkodjál, ezt is mondotta, ne ölj. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél. Jakab 2-ben 12, úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. 1 Timoteus 1-ben 8, tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele. 5 Mózes 10-ben 16, metéljétek azért körül a ti szíveteket, és ne legyetek ezután kemény nyakúak. Róma 2-ben 25, mert használ ugyan a körülmetélkedés, ha a törvényt megtartod, de ha a törvényt áthágod, a te körülmetélkedésed körülmetéletlenségé lett. Jakab 4-ben 11, ne szóljátok meg egymást, atyám fiai. Aki megszólja atya fiát, és aki kárhoztatja atya fiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek. 1 Timoteus 1-ben 9, tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvénytaposókért és engedetlenekért, az istentelenekért és bűnösökért, a latrokért és fertelmesekért, az atya és anya gyilkosokért, emberölőkért. 1 Timoteus 1-ben 10, paráznákért, férfi fertőztetőkért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvőkért, és ami egyéb csak az egészséges tudománnyal ellenkezik. Jelenések 14-ben 12, itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Róma 7-ben 12, azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó. Jakab 2-ben 24, látjátok tehát,
hogy cselekedetekből igazol meg az ember, és nem csupán hitből. 1 János 3:4 valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, a bűn pedig a törvénytelenség. Jelenések 22:14 boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Róma 2:13 mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Ámen. Írta, Horváth László segédanyag Ellen G. White.